Ősszel is balatoni hajózás, a főszezon után is népszerűek a Bahart járatai. Biztonságban a Balatonnál az idei szezonban fél ezren tanulták meg az újraélesztést. Olvass el, idén is folytatódik az olvasás népszerűsítő program. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Mint arról július 1-jei híradónkban már beszámoltunk, több mint egy évtizede folyik a harc 370 négyzetméteren, Balatonboglár egyik vízparti területén. Akkori adásunkban megszólaltak az érintett ingatlan tulajdonosok és a település vezetője. Nemrég azonban felkereste szerkesztőségünket az ügy harmadik szereplője, annak a Kft.-nek az ügyvezetője, aki a vitatott telek tulajdonosa és használója. Elmondta, az ingatlan tulajdonosok nem voltak jogosultak a kerítés bontására. 2003 óta zajlanak a perek ezen terület fölött. Számtalan ítélet született már, de igazából ez idáig egyik sem tudta megfelelően rendezni a vitát. A terület egyébként osztatlan közös tulajdonban van az önkormányzat szabad strandjával, de a használatot illetően egyértelmű az állásfoglalás. Ez a terület kizárólagosan a Kft. Használatában van, de van egy olyan megállapodás is még előbbről, amely azt mondja ki, hogy ugyan a Kft. Használhatja ezt a területet kizárólagosan, de kerítéssel nem elkeríthető. Csak hogy azóta már számtalan ítélet született, amely a Kft. Ügyvezetője szerint lehetővé teszi a kizárólagos használatú terület körbekerítését is. Sőt, egy ítélet kimondja azt is, hogy a harmadik fél a területre lépéskor birtokháborítást követel. Kerei József a terület használatától el van tiltva, felhívja a bíróság a figyelmét arra, hogy a terület kizárólagosan a Napsugár Kft. Használatában van, és a birtok sértéstől szintén eltiltja. Tehát az, hogy ő ott bármilyen nemű jogosultságokkal rendelkezik, ez valótlan. Kerítésbontásra nem volt jogosultsága, erre senkinek nem lett volna jogosultsága, és a terület használat tekintetében szintén senkinek nincs jelenleg felhatalmazása. Ezek szerint azok az ingatlan tulajdonosok, akik a Kft. Által épített kerítést elbontják vagy elbontatják, nem járnak el jogszerűen. Abban az összes megkérdezett egyetértett, hogy az ügynek még korán sincs vége, újabb perek várhatók, amelyben mindenki a saját igazát szeretné bizonyítani. Lopott játékautomatával a vállukon sétáltak fiatalok Siófokon. A két férfit és egy nőt a rendőrök igazoltatták. Elmondták, egy közeli kemping területéről vitték el az automatát, amit jó viccnek tartottak. A siófoki rendőrkapitányság lopás vétsége megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki őket. Folytatódik az Olvas El program, ezúttal Nógrádi Gábor regényeit ismerhetik meg a diákok, hamarosan láthatják a részleteket. A tengerek és óceánok világa tárul a látogató elé a Somogy megyei kormányhivatal galériájában. Ifjabb Lőrinc Ferenc kaposvári búvár fotós 36 különleges képe mutatja be a vízfelszín alatti életet. Teknőst, cápát egyaránt lencse végre kapott már az alkotó, aki hamarosan a búvár fotósok világbajnokságán méretteti meg magát Tenerifén. Kiállítása október 10-éig tekinthető meg a megyeszékhelyen. Hiába az őszi menetrend, továbbra is az igényekhez igazítja a kompjáratok indítását a Balatoni Hajózási ZRT. Ez azt jelenti, hogy a főszezon után az üzemidő változott, valamivel kevesebb ideig járnak a kompok a két part között. Azonban, ha ez indokolt, továbbra is a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat a hajózás szakemberei. Bár a főszezoni idény véget ért a balatoni hajózásnál, a kompok továbbra is közlekednek a két part között, amelyet sokan ki is használnak, egészen addig, amíg be nem fagy a Balaton vize. A kirándulások mellett sokan munkába járásra használják a lehetőséget, rengeteg időt spórolva ezzel. A tapasztalatom szerint hát félig biztos van a komp, de nagyon jó, meg hát gyorsabb át kell, nem kell körbejárni. Az őszi menetrend a gyakorlatban azt jelenti, hogy a napi üzemelési idő változott, rövidült egy kicsit a főszezonihoz képest.
reggel 6 óra 40 perckor indul az első járatunk Szántódi oldalról, és 20 órakor az utolsó, míg Tihanyból 7 órakor, és 20 óra 20 perckor az utolsó. Egyébként meghirdetett módon továbbra is 40 percenként indulnak a járatok, de pont a mai nap is bizonyította, hogy egy kellemes kiránduló időben, napsütésben annyian voltak, hogy a forgalom miatt felfüggesztettük ezt a menetrendet, és menetrenden kívüli járatokkal is biztosítottuk a folyamatos átkelést. A személyhajózásban is az utóidényi menetrend szerint közlekednek a hajók. A legforgalmasabb útvonalakon továbbra is naponta 4-4 hajó indul mindkét oldalról. 9 kikötőben sétahajózásra is van lehetőség, és hétvégente még a népszerű kerékpáros járatok is elindulnak. A mustgáz mérgezésre figyelmeztetnek a szakemberek a szüreti időszakban. A kipréselt szőlőlé alkoholos erjedése során felszabaduló széndioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb. Zárt helységekben az oxigént kiszorítja és a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okoz. Magyarországon tavaly 3-an haltak meg mustgázmérgezés miatt. A borospincékben gondoskodni kell a szellőztetésről, a hordókat nagy térben kell elhelyezni, és ajánlott a széndioxid érzékelő beszerzése is. Ma már egyre többen szeretnének segíteni a bajba jutottakon, ezt is mutatja, hogy nagy volt az érdeklődés idén a vízimentők programra. Ennek keretén belül 500-an tanulták meg a laikus újraélesztést, és 2000 ember próbálta ki a vízimentéshez kapcsolódó ügyességi feladatokat, valamint nézte meg a vízimentők bemutatóit a Balatonnál. A fiatal generációt igyekezett bevonni nyári programjába a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A prevenció részeként már korábban is tartottak játékos előadásokat az iskolákban, második éve pedig a strandokon is tanítják az újraélesztést. Így volt ez idén nyáron is. A cél, hogy az emberek merjenek segíteni a bajba jutotton. Mi azt mondjuk, hogy vízimenteni csak az kezdje meg tényleg a vízbe menettellel együtt járó vízimentést, aki ért hozzá, tehát valamilyen alapképzettsége van. De hát vízimentés az is, hogyha valaki bedob egy tárgyat, egy mentőeszközt, vagy benyújt egy vascsövet, ugye, ami éppen a kezénél van, vagy egy fadarabot benyújt, ugye, tehát ez gyakorlatilag mind-mind vízimentésnek mondható. A vízimentőket időjárástól függetlenül egész nyáron riasztották a tónál. Sekélyvízbe való beugrás, nyaki gerincsérülésektől kezdve mondjuk a vitorláson lévő mondjuk allergiás reakciónát, vagy éppen nem is olyan régen egy közforgalmi hajón egy szívinfarktusos beteget sikerült ellátnunk, tehát gyakorlatilag mindenféle esethez megyünk. Évekkel, évtizedekkel ezelőtt a szakemberekre bízták a mentést a fürdőzők, ma már egyre többen szeretnének segíteni. A vízimentők programja iránt is nagy volt az érdeklődés. 500-an tanulták meg a laikus újraélesztést, és 2000-en próbálták ki a vízimentéshez kapcsolódó ügyességi feladatokat, valamint nézték meg a vízimentők bemutatóit a Balatonnál. 33 tanuló, 11 lány és 22 fiú kezdi meg a Honvéd kadét képzést az idei évben először a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium szakközépiskola és kollégiumában. A délelőtti ünnepélyes tanévkezdésen a tanulók katonai fogadalomtételt tettek. A tanulmányaikat az érettségi után 13. évfolyamon folytathatják, ahol végül honvédelmi igazgatási ügykezelő végzettséget szerezhetnek, illetve szakirányban tovább tanulhatnak a felsőoktatásba is. Szita Károly polgármester köszöntőjében elmondta, az országban ez a 9. ilyen jellegű képzés, amely szerinte a következő években tovább bővülhet majd. Nógrádi Gábor 3 regényével folytatódik ebben a tanévben az Olvas el online olvasási verseny. Ezúttal a Petepite, a Mi Kinizsink és a Gyerünk haza című könyvek elolvasása vár a jelentkező 4. és 5. osztályos diákcsoportokra, akik 2-3 hetente kapják majd a kreatív feladatokat az olvasottakhoz. 10. jubileumi tanévét kezdi meg az Olvass el program, amely nem csak hazánkban, hanem a határon túl is népszerű. Tavaly 96 csapat nevezett az online versenybe, ebből 33 erdélyi és 2 vajdasági csoport. A nagy létszám miatt ezért az előző tanévben 2 döntőt is rendeztek, az egyiket hagyományosan Kaposváron, a másikat pedig Sepsiszentgyörgyön, mondta Hevérné Kanyó Andrea ötletgazda.
A folytatásban is három könyv elolvasása vár a diákokra, ezúttal Nógrádi Gábor tollából. A Petepite adja magát, mert hogy az egy örök klasszikusnak tartom. Minden gyerek szeretne egy kicsit a szülei bőrébe bújni és kipróbálni, milyen felnőttnek lenni. És szeretné, hogyha a szülők egy kicsit legyenek gyerekek, és tudják, hogy bizony nekik is ugyanolyan jellegű problémáik vannak. Csak mondjuk kisebbek esetleg. Aztán a második, a Mikini Zsink, ez egy kicsit történelemmel is kapcsolatos. Én nagyon szeretem a történelmi olvasmányokat alsó tagozaton, és azért gondolom, hogy szükség is van ilyen típusú könyvre is. Meg jó az, hogyha tudunk hőst hívni, aki majd segít a gondokon át bennünket. Ez egy jó dolog szerintem. A harmadik könyv pedig a Gyerünk haza című kötet, amely kalandos utazásra hívja az olvasókat. Mindenképpen megismerteti Magyarországot a gyerekekkel. Azért ne felejtsük el, hogy negyedikesek, tehát most fognak találkozni először Magyarország tájegységeivel, benne van a környezetismeret anyagba, és ha ötödikbe kapcsolódnak be, akkor szintén benne van a természetismeret anyagba. Nyilván elindul egy kis településről, ahova Angliából hazalátogatnak a nagyszülőkhöz, Kokasra, az angol, félig angol, félig magyar kisunokák, és mindenféle furcsa dologgal találkoznak, ami számukra furcsa. Például, miért kukorékon reggelente a kakas, hiszen Angliában nem. Mi az a pottyantós WC? Tehát ezek ilyen nagy élmények nekik. Aztán mennek a Hortobágyra, bejárják Budapestet, a Balatonparton. A jelentkező diákcsoportok az olvasottakhoz 2-3 hetente kapják a kreatív feladatokat az interneten, azt követően a tanév végén a legjobbak pedig személyesen találkoznak a döntőben. Negyedik és ötödik osztályos diákcsoportok jelentkezését várják a mostolvasselkukac@gmail.com címen. A határidő október 7-e. Több mint 1,5 millióan vonatoztak a Balatonhoz a nyáron, ez 100 000-rel több, mint tavaly. Egész nyáron kitartott a balatoni utasforgalom növekedése. A nyári menetrendi időszakban összesen 1.653.000 utas választotta a vasutat a balatoni utazásához. A tavalyi azonos időszakhoz képest 115.000 fővel, azaz 7,5%-kal nőtt az utasszám. A menetjegyek negyedét online váltották meg a nyaralók, akik megkedvelték a Balaton Express szerelvényen elérhető étkező kocsi szolgáltatást is. Az elmúlt évek pálya és járműfejlesztéseinek, valamint az értékesítési újdonságoknak köszönhetően évről évre többen választják a vasutat a balatoni utazáshoz. Ez leginkább a déli part forgalmában érződött, ott 10%-kal nőtt az utasszám, de az északi parton is 5%-os volt az emelkedés tavaly nyárhoz képest. Balatoni kerékpárjegyet 27 500 biciklis váltott. Ősszel is balatoni hajózás, a főszezon után is népszerűek a Bahart járatai. Biztonságban a Balatonnál az idei szezonban 1000-en tanulták meg az újraélesztést. Olvass el, idén is folytatódik az olvasás népszerűsítő program. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnapi szép kora őszies időre számíthatunk, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Köszönöm a figyelmet, szép estét, viszontlátásra!